A csillag születik után úgy döntöttél, hogy nem leszel kis popsztár rövid időre, hanem elmész a színvészeti főiskolára, akkor azért te már, meg az operetben, akkor azért te már egy ismert fősrác voltál. A főiskolán nem volt egy kis cikizés ebből? Nem húztak téged? Nem volt kínos ez a dolog? Igen, ahogy jól mondtam, mert a színmű meg a csillag születik volt azért egy 3-4 év operett színház, és már ott is elkezdtem nagy szerepeket játszani, amikor felvételiztem az egyetemre. Akkor nyúlt egy-két ember ehhez az eszközhöz, ha nem talált rajtam fogást. De nem a tanárok, hanem mondjuk valami kis vita, vagy valaminek a méregetése következtében. De valahogy annyira mindig dolgoztam, meg azt gondolom, hogy beletettem mindent, hogy nem nagyon volt nekem ebből parám, hanem eddig mindig azt éreztem, hogy ahol vagyok, azt megérdemlem, és ezt mások is észlelik körülöttem. És emiatt nem kötözködnek velem ezzel kapcsolatban. A főiskolán már kezdtél ilyen férfias lenni, vagy még ott azért a srác volt benned inkább? Néztem valamikor képeket, és azt hittem, hogy ott már azért elég férfias vagyok, de nem. Nem, viccet félretéve, hát ott azért még kisfiúsabb voltam, igen. De ez is érdekes, mint mondta, pont néztem, hogy mutatták nekem múltkor azt a képet, ahol a csillag születik beállok a táliába, és hogy milyen érzést vált ki belőlem az a kép, amikor ránézek. Meg ahogy most kinézek, és egyébként azt, hogy annyi minden történt velem, hogy szerintem ez így pont az látszik rajtam. Én ezt érzem. Te már úgy érzed, hogy férfi vagy egyébként? Hát... Tehát, hogy nem fiatal srác vagy, hanem férfi? Ez billeg. Billeg? Billeg. Mitől függ ez szerinted? Figyelj, munkában nagyon elhivatott vagyok. Ha valamit elhatározok, azt nagyon megcsinálom. Vannak az életben bizonyos dolgok, amiben picit elvarázsolt vagyok. Nem tudom, hogy... Hát nincs még, hogyha mi a férfi, nincs feleségem, vagy nincs gyerekem, akiért felelősséget kell vállalnom. Tehát talán itt van a férfiasság, nem? Hogy nem csak magamért vállalok felelősséget, hanem valaki másokért is. Ez az a felnőtt. Talán, így van, az a felnőtt. Nem tudom. Az ugye még ilyen szempontból nincs. Nekem ez a férfinak tartom magam, picit ez szerintem még talán később, mert az talán ilyen 40 pluszban. Jó, gyere vissza két év múlva. Hadd legyek még egy picit ilyen hülye. És sokáig akartam gyerek maradni. Én is, igazából ezért félek még picit ettől, de amúgy nagyon férfias tudok lenni.